január 23-án, szombaton írják a 8., 6., illetve 4. osztályos diákok a központi felvételit a kihelyezett középiskolákban. A Szekszárdi Garai János Gimnázium lesz az egyik olyan intézmény, amely helyet ad a tanulóknak. Huszárik Imre igazgatóhelyettes úgy fogalmaz, nehéz helyzetben vannak a felvételi előkészítőn résztvevő diákok, hiszen online zajlanak a foglalkozások. Biztosan nehezebb elsősorban a gyerekeknek, az érdeklődőknek, akik a foglalkozásokon részt vesznek, hiszen azért teljesen más egy jelenléti oktatásban, személyes kapcsolattal, személyes jelenléttel, egyrészt az iskolai légkörnek, közegnek a megismerésével, másrészt pedig a tanárokkal való személyes kontaktus által is sokkal könnyebb volna a részvétel. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban jelenléti oktatás formájában zajlanak a felvételi előkészítő órák, természetesen minden járványügyi előírást betartva. A vizsga napján közel 300 diák teszi próbára tudását az intézmény falai között. A több száz vizsgázó elhelyezése azonban nem fog nehézséget okozni, mondja Andorka Gábor, iskolaigazgató. Hasonlóan, mint a tavaszi érettségvizsga időszakban, tehát egy teremben maximum 10 tanuló lehet. Ezt azért sem érzem egyébként annyira aggályosnak, mert akik írják itt, azon 4., 6. és 8. diákok, ők általános iskolás korúak, tehát ők egyébként is járnak iskolába. Novotné Bán Erzsébet, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium vezetője azt mondja, náluk sem okoz majd gondot a központi felvételi írása. Az iskolának két bejárata van, így a beléptetést is gyorsan, zsúfoltság nélkül tudják majd megoldani a vizsga napján. Pótnapot is biztosít az intézmény azoknak, akik betegek vagy esetleg karanténban vannak. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint minden ugyanúgy zajlik, ahogy eredetileg tervezték, tehát itt lesz a középiskolában a felvételi, természetesen ezt a 81 nehány diákot megpróbáljuk sok terembe szétültetni. A vizsgákat 8 napon belül kijavítják, és a felvételizők megtekinthetik azokat. A Tolna megyei szakképzési centrum intézményeinél más a helyzet. Itt nem veszik figyelembe a központi felvételi eredményeit. A jelentkezéseket február 15-éig kell leadni, és véglegesíteni az intézmények sorrendjét is. Hozzánk mindenhol a tanulmányi eredmények alapján lehet jelentkezni. Ugye ehhez nem szükséges felvételi eljárást, a 7., 8. osztályos tanulmányi eredmények, és hát persze ahol szükséges, ugye egészségügyi alkalmassági vizsgálatra van szükség. A gimnáziumok vezetői azt javasolják, hogy a diákok első helyen azt az iskolát jelöljék meg, ahová legszívesebben mennének, akkor is, ha előreláthatólag nem lesz elég pontszám a felvételhez.